Az NB3-as labdarúgó bajnokság idei utolsó fordulójában a Perutz FC azzal a Ménfőcsanakkal találkozott, amelyen legutóbb 0-0-ás döntetlent játszott. A tavasz előrehozott bajnokián 6 gólt, számos lehetőséget, rengeteg kapufát láthattak az esővel és hideggel dacoló kilátogatók, végül 3-3-as döntetlennel ért véget az összecsapás. A Perutz FC 6 győzelemmel, 7 döntetlennel és 3 vereséggel az 5. helyről várja a tavaszi folytatást. Az idei év utolsó mérkőzésén Gulyás Attila operatőr kollégám nevében is szeretettel köszöntöm a Városi Televízió valamennyi kedves nézőjét. Vasárnap 13 órai kezdéssel az NB3-as labdarúgó bajnokság előrehozott tavaszi találkozóján a sárga-kékben látható Pápai Perutz FC a tisztakék szerelésben futballozó Ménfőcsanakot fogadja itt a Várkert úton. A pápai csapat jó formában várta Kubicsek Máté játékvezető kezdő sipszavát, hiszen három mérkőzésen is győztesen vonulhattak költözőbe az elmúlt három fordulóban a mieink, hiszen a Csepelt, a BKV Előrét és az Andrássidát is le tudták győzni. Még a vendégek nincsenek túl jó formában, hiszen három vereségen vannak túl a Győr-Moson-Sopron megyeiek, ami miatt edzőt is váltottak 2 héttel ezelőtt. Ismerkedjünk meg a vendég Ménfőcsanakiakkal, akik a 9. helyen állnak a tabellán. Fehérvári Martin a kapu előtt, 3-assal Farkas Zoltán, 6-ossal Veres Milán, 7-essel Visi Dániel, 8-assal a rutinos Canik Károly, 10-essel Németh László, 11-essel Serfőző Bence, 13-assal Németh Bence, 14-essel Füredi Ádám, 15-össel Gyagya Attila és 16-ossal Kószás Krisztián. A hazaiaknál Rozmán László a legerősebb csapatot küldte pályára, sem sérült, sem pedig eltiltott nincsen. Sánta András a kapuban. 3-assal Nagy Tamás, 5-össel Császár Attila, 7-essel Valejosz Dominik, 8-assal Jurik Patrik Bence, 10-essel a csapatkapitány Szabó Zsolt, 69-essel Dóci Krisztián, 77-essel Iványi Martin, 89-essel Bonner Roland, 92-essel Somogyi Rihárd és 99-essel Baldauf Konrád. A cserepadon Szigeti Ákos, Szabó Tibor, Füleki Norbert, Udvardi Mózes, Havasi Dániel, Ivancsics Gellért és Benec Dániel. Szabó Zsolt. Szép játék eddig. Baldauf, Bóner kapja vissza. Szabó Zsolt, elég szépen épül fel a támadásunk. Most kapja Nagy Tamás. Befele húzza és szabadrugás lesz. Buktatják. Jurik gyorsan el is végzi, és védenie kell Fehérvárinak. Jurik volt szemfüles, ott van még a lehetőség, Baldauf teszi be középre. Juriknak kapáslövés, ballal is elvállalja, aztán kivágják. Jurik nem várta meg a sipszót, ellőtte, és Fehérvárinak kellett védenie. Canik mellett vinni tovább, Baldauf és Dóci. Ez jó labda Bonernek. Boner tovább. Jurik 16-ról. Jurik lövi el, és nem sokkal mellé. 19. perc, talán az eddigi legnagyobb lehetőség. Jurik tekert a bal kapufa mellé. Jó labdát kapott Bonertől. Hát talán eddig Jurik a legveszélyesebb játékosunk. Volt már 2 vagy 3 ígéretes lövése is. Túl vagyunk az első fél órán. Gól nincs. Helyzetek viszont voltak az elmúlt 30 percben. Lássuk Németh szögletét. Császár fejeli ki. Canik lövi vissza, egy óriási gól! 32. Hát Canik nagyon eltalálta a 32. percben, megszerzi a vezetést a vendégcsapat. Császár kifejelt labdája. Canik elé került, aki nem sokat teketóriázott. Átvette és ellőtte. Nagy gól, Sánta nem foghatta. Jól eltalálta a vendégek 8-as számú játékosa. Hátrányban a pápai csapat 32 perc után. Farkasnak lövik előre a labdát. Dóci sprintel. Farkas. Dócira vezeti rá, megnyeri a párharcot. Most középre, a hosszon van érkező ember. Most a lövés, és Sántának kell beleérnie. Kószás küldte kapura, Báltóan egyedül álltott a hosszunk Kószás, és el is tudta lőni. A gól után
Egy sántavédés. 34. perc. Hát kérdés, hogy Kószás hogy maradhatott ennyire üresen a hosszún. Egy gólos hátrányból kezdi a második félidőt a pápai csapat, és egyszerre volt a szünetben. Rozmár László Iványi Martin helyett Ivancsics Gellértet küldi pályára. Hát reméljük, hogy talán ő tud egy kis szint vinni a játékunkba, hiszen az első félidő az eléggé felejthető volt, és akkor még finoman fogalmaztam. Bonnernek rugod a Füredi. Visi szerzi meg, Canik. Két emberen is túljut, Canik. És ez is jó labda még, Serfőzőnek, Serfőző helyzetben, és ott a második gól az 50. percben. Sánta lábai között utat talál a labda a kapuba. Serfőző jön ki ünnepelni a maroknyi ménfőcsanaki szurkolótáborhoz. A második félidő elején megduplázza előnyét a vendéggárda. Canik jó labdát adott Serfőzőnek, aki a gólja után kioszt egy gólpaszt is. 0-2 az állás a látottak alapján. Nem érdemtelenül vezet két góllal a vendéggárda. Hát a hazaiak meglehetősen idényvégi formát mutatnak. Na de van még idő azért. Meg lehet fordítani ezt a találkozót. Van még 40 perc. De ehhez javulni kell játékban. És nem ilyen labdákat kell adni. Baldauf helyett tehát Füleki a pályán. És Ivancsics jöhet a szöglettel. 59. perc. 0-2 az állás. Lássuk Ivancsics szögletét. Az jól jön be. Elmegy mindenki, ott most kerül be középre. Savogyi! És 6 méterről fölé bombázza. Hát itt lett volna a lehetőség szépíteni. Somogyi azonban fölé durrantja. Nagy helyzet, sajnos kimarad. És 0-2 után minél előbb kellene a szépítő találat, hogy legyen még idő legalább egy pontot itthon tartani. Somogyi. Valajosz lábáról lepörög a labda. Ebből indul Veres. Serfőző mutatja magát. Veres, egy az egybe, jó a csel, Zitzerben, és Sánta védése. 64. percben óriási Sánta mentés. Hát nem is értem, hogy mi történik a mieinkkel. Az elmúlt hetek alapján nem erre számítottam a Peruc csapatától. Könnyen 0-3 lehetne már a mérkőzés állása, ha Sánta nem védi az Zitzert. 66. percben járunk továbbra, és 0-2 az állás. Pápai szöglet a magas embereink elől természetesen. Somogyi szedi össze a kipattanót. Valajosz. Befele húzza jobb lábával, adja be. Ezt is kifejelik. Ivancsics. Összegyűjti. Ivancsics. Jobb oldalra. Nem sikerül, de bent van még. Szabó Zsolt esik el, és büntető, így van. A 66. percben Szabó Zsolt kerül a földre. Német volt szabálytalan. A 16-oson belül talán Szabó Zsolt bokájára tartott oda, és Szabó Zsolt természetesen rutinosan elesett, ahogy azt tanítják. A 66. percben így büntetőhöz jut a pápai csapat. Itt az esély a szépítésre, és Jurik Patrik a labda mögött. És begurítja higgadtan a bal alsó sarokba. 1-2 a mérkőzés állása, és közben sárga lap. Német kapja reklamálásért, és bő 20 perc van még arra, hogy visszajöjjön a meccsbe a pápai csapat, és legalább egy pontot itthon tartson, de természetesen itt a 3 pont a cél, és a szép őszi búcsú. Koncsak szöglete. Sánta öklöz, Canik, visszakapja Koncsag. A hosszú felé, ott a fejes, felső kapufa, és még nem szabadul fel a pápai kapu. Dóci bólintja ki, Canik, és Szabó Zsolt tovább bólintja. Ivancsics viheti a labdát, létszámfölényben a pápai csapat, Dóci. Hát ez rossz passz, több volt ebben.
még csak lövésig sem jutottunk. Közben pedig indulnak a vendégek, Farkas, Zicere, és Somogyiról Sánta elé kerül. Na most helyzet itt, helyzet ott, kicsit hektikussá válik a mérkőzés. Egy góllal még mindig a vendégek vezetnek. Ivancsics a labda mögött. Négy tagú csanaki sorfal. Minden bizonyal ezt Ivancsics elvállalja. Jól is lövi el, felső kapufa! És ott a visszafejelt labda, az is a felső kapufán landol. Dóci középre. Szabó Zsolt fejel. De jó ég, mi van ott az ötös környékén? Aztán Serfőző húzza ki. Kétszer is a felső kapufát érinti a labda, de nem kerül a hálóba a labda. Nincsen szerencsénk. Nagy Tamás egyből visszafejeli. Serfőző kap jó labdát. Koncsak sprintel. 16-oson belül már jó a csel. Most gurítja le. A lövés. Császárban akad el. A másik viszont már benn van. A cserekén pályára lépő Kelemen Márk találatával a 79. percben újra 2-re növeli előnyét a Ménfő Csanaki gárda. Hát kis túlzással a vendégek háromszor mentek el a hazai kapuig, és mind a három lehetőségüket góra váltják. Jól cserélt a vendégek trénere, hiszen Kelemen nem sokkal pályára lépése után betalál. Újra nehéz helyzetbe kerül a pápai csapat, és Valejosz közben elhagyja a pályát. Harmadik csere lehetőségét is kihasználja Rozmán László. Havasi Dániel kap lehetőséget. 10 perc van hátra a mérkőzésből. Jurik. Bóner indul el, és jó is a labda. Bóner a 16-oson belül, és egy nagy védés Fehérváritól. Ott van még a labda, és sikerül bebólintani. Sikerül. Füle ki a gólszerző. 2 perccel Kelemen gólja után ismét gólt szerez a pápai csapat. Onnan a gólvonalról sikerült begyötörni a labdát. Canik csúszik el. Ivancsics. Somogyi. Jurik. Szabó Zsolt kapja 16-ról. Somogyi lövi el. Óriási gól! A 82. percben Somogyi Richárd egy lekészített labdát kiválóan tekerbe a jobb felsőbe. 3-3. De szépen lőtt el Somogyi, és lehetett látni, hogy ez egy tudatos lövés volt. Fehérvárinak esélyesen volt, csak nézte a labdát. Ivancsics. Tovább kerül, Füleki, ez eddig nagyon szép, Füleki zicserben, és ellövi keresztbe. Szabó Zsolt kérte volna a labdát, de itt sem volt rossz, hogy elvállalta Füleki. A bal kapufa mellett 1 méterrel hagyja el a labda a játékteret. A 90. percben itt volt a labda a 3 pontért. Jócskán a hosszabbításban járunk már. Vendég szöglet. Füredi adja be, jól is jön be. Ott a fejes, és egy óriási védés Sántától. De még nem szabadul föl a pápai kapu. Kapufa! És nincs már idő válaszra. Véget ér a mérkőzés. Egy óriási Sánta védés még itt a mérkőzés végén. 2 gólos hátrányból 2-szer is felállt a pápai csapat. És 1 pontot sikerül itthon tartania. Igen érdekes mérkőzés volt. Kíváncsi leszek, hogy Rozmán László miként élte ezt meg ott a kispadon. Ezzel egy döntetlennel vonul téli pihenőre a pápai csapat, mely majd márciusban folytatja a bajnokságot. Addig van pár hete a fiúknak kipihenni a fáradalmakat, és a januári alapozásig egy kicsikét pihenni. 3-3 tehát a mérkőzés végeredménye. Én megköszönöm operatőr kollégáim nevében egész fél éves figyelmüket. Következzen Rozmán László. Hát annak függvényében, hogy 3-1-re vezetett az ellenfél, úgy dicséretes, hogy ki tudtunk egyenlíteni. Viszont azt gondolom, a mérkőzés összképét nézve is sajnos igazságos ez az eredmény. Azért mondom, hogy sajnos, mert nagyon szerettünk volna győzelembe búcsúzni a közönségünktől.
Az első fél idő olyan nagyon nagy kár, mert az vendégek vezető gólja után teljesen megzavarodtunk. Hát a második fél idő meg a legrosszabb, hogy kezdtük, hogy mi kihagytunk két lehetőséget, és az első ellenakcióból rögtön gólt rúgott az ellenfél, 3-1. Nehéz ez ebből a helyzetből ugye felállni egy csapatnak, de aztán a végén meg egy ilyen hektikus mérkőzés lesz, hogy bárki megnyerhette volna ezt a mérkőzést. Sajnos nem sikerült. Azért mondom, hogy bárki megnyerhette volna, mert a Mikupisunknak is óriási védései voltak, kapufája volt az ellenfélnek, nálunk szintén nagy lehetőségeink voltak, volt olyan akciónk, amiben két kapufa volt, és nem tudtuk berúgni, ott is volt a kapusnak dolga, tehát itt a végén már annyira mind a két csapat győzelemre tört, hogy bármi történhetett volna. Én azt sajnálom egyedül, hogy ha csak egy kicsit higgadtabbak vagyunk a kapu előtt, akkor még 1-3-ról is meg lehetett volna fordítani a mérkőzést, de azt gondolom, hogy tényleg igazságos eredmény született. Nyilván beszélünk majd hosszabban is erről a szezonról, de azért egy pár szót ejtsünk, hogy így az év végén mennyire elégedett az idei ősszel. Hát majdnem, hogy három részre lehetne osztani ezt az őszi idényt. Az elején jól kezdett a társaság, jól mérkőzéseket játszott. Én azt láttam, hogy az Ajka mérkőzés bal szerencsés veresége egy kicsit visszavetette a társaságot, hozzájöttek komoly sérülések. Volt olyan időszakunk, amikor szinte alig volt játékosunk, sérülések miatt kellett állandóan belenyúlni a csapatba. Ott nem is tudtunk úgymond nyerni, folyamatosan játszottuk a döntetleneket. Az utolsó 6 fordulóval kapcsolatosan viszont azt gondolom, hogy 4 győzelmet és egy döntetlen tértünk el. Ott kezdett a csapat talán ráérezni arra, amit szeretnénk velük majd játszatni hosszú távon. És hát azért mondtam az elején, hogy sajnálom, hogy nem sikerült győzelemmel zárni, mert akkor 4 győzelemmel zárhattuk volna ezt az őszi idényt. Úgyhogy felemás a mérlegünk mindenféleképpen. Egy kicsivel több pontot szerintem nyugodtan szerezhettünk volna, ha így végig gondolom a mérkőzéseinket. A helyezésünk az helye közel talán megfelelő, mindenképpen szeretnénk tavasszal javítani. Még 2 hetet folyamatosan edz a társaság, és utána küldjük szabadságra a játékosokat. Minden játékos egyéni edzéstervet fog kapni arra a 4 hétre, amit otthon fog tölteni, abba a futó és erősítő program fog szerepelni, amit vissza is tudunk majd ellenőrizni. És hát azt szeretnénk, hogy úgy érkezzenek vissza a felkészülésre, hogy azért ne nulla állapotról kelljen kezdenünk. Az NB2-es kézilabda bajnokság 9. fordulójában a nyeretlen győrúj barátot fogadta a Bakony Erdőpápa. Az alsóházi rangadóra egy Ácson elveszített mérkőzés után készült a hazai alakulat, mely a sereghajtó ellen szerette volna kiköszörülni a csorbát. Bár a pápaiak részéről elmaradt a látványos jó játék, így is sikerült begyűjteni a fontos 2 pontot, mellyel előnyük a kieső helyen álló győrúj barát előtt 4 pont. Az idei évben 2 bajnoki vár még a csapatra. A második félidő elejei megingást leszámítva, magabiztos győzelmet aratott a nyeretlen győrúj barát ellen a Bakonyerdőpápa, mely 16-12-es első félidő után Szakács Dániel és Füzi Attila távollétében is hozta a kötelezőt 30-23 arányban. Az eredménnyel igen, a mutatott játékkal viszont nem volt megelégedve a lefújás után a hazai tréner. Számszakilag ez egy megfelelő győzelem volt, viszont ha a mérkőzés képét megint nézem, azért nyilván technikailag van hova fejlődni, de a múlt heti pofon után úgy gondolom, hogy örüljünk ennek, hogy ebből fel tudtunk állni. A küzdőszellemmel most aztán tényleg nem volt semmi probléma, az akarat az mindig sok hibát küzd, sejtettem, hogy ez egy alacsonyabb színvonalú mérkőzés lesz, ezt ki kell mondanunk, ez sajnos az volt, ahol én úgy gondolom a jobb csapat megérdemelten győzött, de ez közel sem volt ilyen sima, mint amit az eredmény mutat. Én azt gondolom, hogy az első és legnagyobb problémánk az volt, ugye mindjárt 2 emberünk kivált, tehát nem volt Füzi Attila sem, meg a Szakács Dani sem volt. Így azért nagyon nehéz ennek nekiállni, a védekezés megint egy kicsit új szellemben volt, de nem is ezzel volt a gond, bár a győrúj barát nem volt meggyőző támadásban. Előre nagyon pontatlanok voltunk, nagyon sok rossz döntést hoztunk, sokat ütöttük le a labdát, saját magunknak lassítottuk, egy kicsit elment önfejűségbe ez a dolog sajnos, de én tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen mérkőzés hevében, amikor mindenki bizonyítani akar, akkor nehéz a higgadságot megőrizni, így én ezt be tudnám ennek.
de ezen változtatnunk kell, tehát nekünk a felállt fal az sosem lesz jó, mint mondtam. Nekünk ez a lerohanás, ez nagy fegyverünk volt, és ezt sikerült beépíteni ebbe a játékba. Én váltig állítom szakmai tudásomra javát nyújtva, hogy a pápai férfi kézilabda csapat azért NB2-es, mert ezt a játékot játszik. Második félidő elején volt egy kisebb hullám, vagy ennek mi volt az oka? Hát megint jött az, hogy a fél időben volt idő gondolkodni azon, hogy mi vezetünk és mi lesz, hogyha nyerünk. Ez nekünk ilyen magyar temperamentum, óriási önbizalomhiány. Aggódunk azon, hogy jó, bemaradunk-e, mert nyilván ez mindenkit foglalkoztat. Tehát én tisztában vagyok ezzel, és nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy én soha nem azt kérdőjeleztem meg, hogy bármelyik játékosom is nem akarná a sikert, viszont mentálisan olyan problémáink vannak, amiket bizony nem sikerül áthidalni. Vannak ebbe is előre lépések, tehát azt mondom, hogy ebből a hullámvölgyből viszonylag most jobban jöttünk ki, mint általában szoktunk, viszont ehhez kellett egy ilyen ellenfél is, tehát a Győr-Új Barát én úgy gondolom azért, és nem lebecsülve őket, mert a szívüket ide tették a pályára, de technikailag nem közelítettek meg minket. A két hiányzó miért volt? Szakás Domi megsérült még az Ács ellen, ebből nem épült fel, Füzi Attila munkahely elfoglaltság miatt nem tudott jönni, az edzésre való felkészülés sem zajlott zökkenőmentesen, de a 4 pont a zsebünkben, így van egy 0 pontos Győr-Új Barát a mezőnybe, Áccsal élethalál harc a végén, de ugye egy nagyon csúnya vereséggel belefutva őket nagyon nehéz lesz innen megelőzni. A bravúr pontokra szükség lesz, mint mondjuk a Füred ellen volt 2, de így nagyon eltörpül amellett, hogy az Áccsi mérkőzés nem sikerült, aminek az okait nyilván miután megismertük, ki kell javítanunk, mert ilyen vereségekbe egyszerűen nem futhatunk bele, mert ez bizony itt bajnoki osztályokba kerülhet. Nem sokára jönnek a fiatalok is, már itt mögöttünk melegítenek, milyen meccs vár ma rájuk szerinted? Hát a múltkor nagyon eltaláltam a 10 gólt így előzetesen, ez szerintem egy nehezebb találkozó lesz annak ellenére, hogy a Győr-Új Barát a bajnokság állása alapján alattunk jegyzett, aztán nem lehet tudni. A fiataljaim most jó fizikális és mentális állapotban vannak. Úgy gondolom, hogy az őszelei formát sikerült rendbe tennünk, és küzdőszellemben nincs hiány. Voltak betegségek, hiányzások a héten, ez egy kicsit rányomhatja a bélyegét, viszont vannak visszatérők, akik extra motivációt hozhatnak a csapatba. Én azt gondolom, hogy ez egy jó főpróba lehet, mert a következő két hét az sok mindent meghatároz az ifisták életébe, és itt azt mondom, hogy ha nagyon bátran mernék bajnok esélyest mondani, de azért két vereséggel ezt nem merjük így mondani, de érem esélyes, én úgy gondolom ez a keret, és azért nem egy nagy elvárás, hogy egy bajnoki érmet eltegyen. A színe bármi lehet a körbeverések miatt, viszont ehhez Szombathelyen úgy gondolom, hogy lehetne bravúrt csinálni, ami benn van ebbe a keretbe, viszont oda extra kell. Ezt mondtam a játékosoknak, úgy készülünk, ez a meccs is egy lépcsőfoka ennek. Az első három akadály az jó volt előtte, aztán a Szombathelyi meccs után jobban kinéz. Én azt gondolom, hogy ha a technikai elemeket végre tudjuk hajtani, akkor ez a mérkőzés a zsebünkben, és akkor nézhetünk egy kicsit előrébb, és akkor próbálhatunk helyezésekkel feljebb lépkedni. Igen, ugye most Csanádi András visszatér hosszú sérülés után. Igen, András sérülésből tért vissza, ugye a felnőtteknél 7-es góllal akkor be is mutatkozott. A felnőtteknél ez nagyon jól áll, mert ugye 4 másodpercet játszott akkor is, amikor az ominózus eset történt, úgyhogy 4 másodperc alatt 2 gólt tudott lőni, ami így egy elég szimpatikus statisztika. Hát meglátjuk, nyilván ő fokozatosan fogom visszaépíteni, ez volt az első teljes hete. A bizalmam él a belső posztokon azoknak a játékosoknak, akik most hétről hétre hozzátették a magukét, de elmondtam a srácoknak is, hogy ha a mérkőzés engedi, akkor szeretnék új variációkat kipróbálni, de ez soha nem mehet az eredmény rovására. Tehát én azt a stratégiát vallom, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy én itt minden fiatal játékpercekkel ajándékozzak meg. Szerintem az ő fejlődésüknek és a jellemüknek azt tesz jót, hogyha meg kell küzdeniük ezekért a játékpercekért. Márpedig ezek a gyerekek hajlandóak megküzdeni ezekért, képesek is megküzdeni, és ez minden tekintetben előre viszi, mind a csapatmunkát, mind az egyéni fejlődést, és számomra ez a legfontosabb. Az ifik is begyűjtötték a 2 pontot 34-30 arányban, folytatás december 2-án Veszprémben. Ötödik alkalommal rendezte meg a Black Bunny Rock'n'Roll Club a Városi Sportcsarnokban minősítő és master versenyét. Előbbi versenyszámban arany, ezüst és bronz minősítést, utóbbi kategóriában első, második és harmadik helyezést osztott ki a neves tagokból álló zsűri. A Megaforce Dance Cup-on 15 egyesület, 250 táncosa lépett tánctérre, köztük számos pápai indulónak is szoríthattak a nézők.
A rendezvény jótékony célt is szolgált, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat pápai csoportja ünnepváró jótékonysági vásárt rendezett. Annak ellenére, hogy a versennyel egy időben az ország több pontján is bajnokságot rendeztek, 200-nál is többen neveztek a kupára, melyen még a Mikulás is tiszteletét tette. A résztvevők arany, ezüst és bronz minősítést kaptak a minősítő versenyen, a master kategóriában pedig már a helyezésekért zajlott a vetélkedés. Ez egy országos minősítés, master dance verseny, most már ez az ötödik alkalom, hogy ezt megtartjuk. Idén egy kicsit annyiból más, hogy ugye rengeteg a szombati munkanap, meg nekünk is rengeteg a verseny, és novemberre előbbre hoztuk. Ugye mindig decemberben szokott lenni, és ezen a hétvégén 4-5 országos bajnokság van, tehát egy kicsit ezt elosztotta a létszámot. De én azt gondolom, amennyi energiánk van, szerintem ez most pont elég nekünk ez a mennyiség. 250 táncos jött el 15 egyesületből, úgyhogy én azért nagyon jó napunk van eddig, meglátjuk a végét. És a tanítványait hogy szerepelnek? Én nagyon büszke vagyok rájuk, rengeteg ugye új duónk és kis csapatunk is részt vett. Ugyanálunk még holnap lesz a magyar bajnokság, oda is utazunk, valamint december közepén lesz egy Mikulás kupa, egy utánpótlás verseny, és ez kiváló felkészülés is, meg hazai pálya azért mindig más a gyerekeknek. A gyerekekkel mi folyamatosan készülünk, és akit úgy érzünk, hogy elkészül szakmailag is, energiában is, őket visszük el a versenyekre. A zsűri igazából a szokásos neves szakemberekből álló zsűri. Én igazából nem nagyon szoktam változtatni, mert én úgy gondolom, hogy nagyon korrekten dolgoznak. Egyébként így zsűrizésen kívül is nagyon jó, mert megbeszéljük, hogy olyan jó nézni, hogy mennyit fejlődnek a gyerekek. Tehát így szinte azért, aki már az ötödik alkalmat zsűrizi, gyakorlatilag a gyerekek közben kategóriát váltanak. És abszolút korrektek, úgyhogy én nagyon szeretek velük dolgozni. És ugye idén is itt van a Máltai Szeretett Szolgálat. Igen, idén is jótékonysági kézműves vásárral szórakoztatják a gyerekeket, de azért rengeteg, nagyon profi fotósok vannak, tehát szerintem nagyon-nagyon jó itt a rendezvényen a hangulat. Azt mondtad, hogy hány táncos volt itt, hány egyesület, a nézők mennyien voltak, mennyire telt meg a lelátó? Ahogy szokott ez lenni a versenyeken, ugye mi először a manó és a gyerek kategóriákat dolgoztattuk. A manóba ugye 8 éves korig táncolnak, a gyerekbe 9-12 éves korig, teljesen egyértelmű, hogy velük azért sokkal-sokkal többen jöttek. Azért itt a juniorok és a felnőttek azért már ritkább az, hogy most nagyon-nagyon sokan elkísérik őket. De én azt mondom, hogy tényleg jó a hangulat. Nem az a lényeg, mennyien vagyunk, hanem hogy az egész versenynek milyen feelingje van. Egyébként jól felkészültek a táncosok, tehát láttál jó produkciókat? Láttam nagyon-nagyon kiváló produkciókat. Igazából nem is tudnék kiemelni senkit, mert ugye mindenki másfajta táncstílusban van. Sőt, én a rockin belül, a saját szakmámon is belül itt volt 4-5 egyesület. Mindegyik más miatt jó, tehát igazából én mindenki tetszik, ahogy dolgoznak. A kupa műsorvezetője idén is Bauer Robert volt. Több mint 20 éve tartó barátság ez. A Dori még táncos korából ismerem, amikor akrobatikus rock'n'roll táncos volt. Én már akkor így hobbiból rock'n'roll versenyeket konferáltam, és azóta is. És innen a barátság, innen az örök bizalom. És ezért a Dori az összes rendezvényére meghív műsorvezetőnek. Önnek mi pontosan a feladata egy ilyen versenyen? Hát igazából az, hogy a verseny folyamatát felkonferáljam, tehát hogy pörgős legyen a műsor, és hogy ne legyen benne megállásszünet. Ugye a táncosoknak is fontos, várják, hogy bemutathassák a produkciójukat, tehát elég fontos feladatom van.
zsűrivel közös a munka. Nehéz szakma ez? Fárasztó, de szép. Mert rendkívüli szép produkciókat láthattam ma is itt, és tehát megfogtak ezek a produkciók, és tehát az, hogy a kicsiktől a felnőttig mindenféle korosztály képviselte magát, és csodálatos élmény számomra is egy ilyen verseny. Nagyon-nagyon színvonalas. Ez már az ötödik alkalommal megrendezett verseny. Az első óta segítek a Dóriéknak a műsorvezetéssel. Egyre színvonalasabb produkciókat lehet látni, és a rendezés megkiváló. A nap egyik leglátványosabb számát az Albatrosz együttes adta elő. Amazonok elnevezésű koreográfiája megkapta a verseny nagydíját, valamint koreográfusi különdíjat ért az Alai Egyesület számára. Zalaegerszegről érkeztünk, az Albatrosz Táncsport Egyesület képviseletében. Hát mi már több mint 30 éves múltra visszatekintő sportegyesület vagyunk, és hát rengeteg növendékünk van. Jelen pillanatban 170 gyerek táncol nálam, és most is szép létszámmal képviseltettük magunkat, hiszen 60 gyermek vett részt ezen a versenyen most. És mennyire elégedett velük, hogy sikerült a mai nap? Hát ugye még csak a minősítő versenyeken vagyunk túl, a legalábbis akik tőlünk érkeztek. Hát ott nagyon sok aranyat kaptunk, hál' Isten 2 ezüstérmet, a többi mind arany lett. Most pedig várjuk, hogy mi mit kapunk a nagyobbak. Most már évek óta járunk ide, és nagyon jó hangulatú versenynek tartjuk, és nagyon szívesen jövünk ide. Az utolsó koreóról legyen szíves mesélni nekünk, nagyon látványos volt, mit lehet róla tudni? Itt röpködtek a tanítványai a levegőben. Igen, hát végig is azt kell tenni, hogy 2 éve mentünk át sportegyesületté, ugyanis a számunkban jó nagy részt kap az akrobatika, mint lehetett is látni, és erre számra azért vagyunk nagyon büszkék, mert itt a kis korosztálytól egészen a legidősebb korosztály mindenki képviselteti magát, és nagyon jó együtt dolgozni. Én is még aktívan táncolok a tanítványaimmal együtt, és olyan jó érzés, amikor együtt vagyunk a színpadon. Idén még vár önökre verseny? Igen, jövő héten megyünk még Budapestre a Krauzán kupára, aztán karácsonyi műsorok, és akkor januártól meg újra érkezdünk. A Pápai Egyesület táncosai az elmúlt időszakban többek között a Magyar Bajnokságon és a Nyugat-Magyarországi pontszerző versenyen is kiemelkedően szerepeltek. Hétvégén, tehát folyamatosan megy a versenyszezon. Nagyon-nagyon szép eredményeink vannak, mindenki a legjobb 4-ben van a nyugat-magyarországi versenyeken. Én azt gondolom, hogy egy ekkora, tehát azért Pápán nem tudunk nagy létszámmal dolgozni, és szerintem kevésből ennyi ügyeset kinevelni azért, szerintem nagyon büszkék vagyunk a kollégáimmal együtt. És az országos bajnokságon ugye első lett Tibor Marci és Fuchs Alexandra. Őnekük holnap lesz az év legfontosabb versenye a Magyar Bajnokság, és még mennek decemberben Szlovéniába egy világkupára, és akkor ők azzal zárják az évet. Valamint a Brillance csapatunk, és holnap utazunk Budapestre a Magyar Bajnokságra. Ez ugye váratlan volt, ezt a verseny decemberre írták ki, és valami csarnok probléma miatt átrakták holnapra, úgyhogy igazából azért is nem bánjuk, hogy most így le tudjuk zárni a versenyt 4 óra körül ma. Mire számítasz az ő szereplésükkel kapcsolatban? Igazából ők egy nagyon-nagyon új csapat, idén kezdték ugye a versenykönyves versenyzést. Úgyhogy a területi bajnokságon a nyugat-magyarországi másodikak lettek, annak is nagyon-nagyon örültünk.
De ugye itt a roki versenyeken nem az van, hogy mindenki dobogon van, hanem itt kőkemény munka az, hogy eljussunk. Tehát nekünk már az jó, hogy ott lehetünk, és aztán, hogy ott a lányok majd mit tudnak kihozni, majd holnap kiderül. Az őszi-téli időszak beköszöntével sem ül Babérjain Ferenczi Balázs. A pápai kerékpáros ugyanis idén először a cyclocross szakákban is elindult, melynek lényege, hogy természetes és mesterséges akadályokkal tarkított, saras-havas pályán a lehető leggyorsabban kell célba érni. Balázs élete első elit kategóriás versenyén Budaörsön rögtön dobogóra állhatott, Szekszárdon viszont nagyot bukott és kiesett. A két megmérettetésről és a további tervekről a fiatal versenyzővel beszélgettünk. Lépcsősor, palánk és homokágy is nehezíti az indulók dolgát ebben a szakákban, ahol a technikai tudás mellett a kerékpár kezelési készség is döntő tényező lehet. A futamok rövidek, körülbelül 60 percesek, így izgalmas és pörgős élményt nyújtanak a résztvevőknek, talán ezért is ennyire közkedvelt. Most télen, amiben versenyzek, az a cyclocross szakág. Ez egy nagy múltra visszatekintő sportág. Ezt a válfajt, ezt a belgák találták ki, belga országúti kerékpárosok, hogy a téli monoton edzéseket megtörjék, bementek terepre, és a fák között erdőben kacskaringoztak, hogy kicsit izgalmasabbá tegyék a versenyt. Ez a versenyszakág, ez mostanra már eléggé kinőtte magát. Rengeteg versenysorozatot indítanak belőle, magyar kupasorozatot, magyar bajnokságot, világkupákat, illetve világbajnokságot is. És te hogy ismerkedtél meg ezzel a szakággal? Először egy ismerősöm, Valko Andris vitt el erre egy ilyen versenyre. Akkor még amatőr futamban indultam. Az amatőr futamnak annak annyi a különlegessége, hogy itt nem volt kerékpár megkötés, itt mountain bike-ről is indulhattunk, ami a pálya abszolválása miatt nagy előnyt jelentett, illetve a verseny távja itt sokkal rövidebb volt, de így is embert próbáló volt az a verseny, és utána következő évben megvettem a saját ciklokrossz kerékpáromat. Akkor elindultam először már elitben, tehát elit kategóriában indultam, viszont itt is a top 10-es helyezésekért nagyon meg kellett küzdeni, és tavaly a szezon végén leültem, átgondoltam az egész versenyzést, hogy akkor most ezt tényleg komolyan szeretném csinálni, és az egész nyaramat erre a versenysorozatnak a felkészülésére szántam, és az idén már egy Magyar Kupa harmadik helyezéssel tudtam zárni, úgyhogy jónak vélhettem a felkészülést. Egyébként más szabályok vonatkoznak erre a szakágra, mint mondjuk egy országútira? Igen, a szabályok azok mások, mivel itt van kerékpár megkötés, maximum 33 mm széles gumit használhatunk, a maximum kormány szélesség is meg van kötve, illetve a keréknek az átmérője, illetve a kerékpárnak a kialakítása, és itt teleszkóp nélküli kerékpárokkal megyünk. Ennek a versenysorozatnak ennek még az a sajátossága, hogy itt mesterséges, illetve természetes akadályok is vannak a pályán. A pálya az körülbelül 2,5-3 km hosszú, ez egy körpálya, és a verseny távja az körülbelül 1 óra. Ebből következik, hogy ez egy nagyon intenzív verseny. Az egy órában ott
Ugye a hideg ellenére is mindenki rövidújúba megy, mert annyira kimelegszünk, hogy akár még minuszokban sem fázunk. A versenyek közben itt tudunk kerékpárt cserélni, illetve nem tudunk, hanem megengedhető itt a kerékpárt csere, ami a nagyon sáros, illetve havas versenyeken jelenthet előnyt, hogy mindig tiszta kerékpárral tudunk menni. Van olyan verseny, amikor akár félkörönként kerékpárt kell cserélni, mert annyira beáll a sártól a kerékpár, hogy egyszerűen nem lehet vele tovább haladni. És a másik félkörbe addig a szerelő igyekszik a kerékpárt versenykész állapotba hozni. Láttam a videó megosztón felvételeket erről a szakágról. Van olyan is, amikor ugye hát a hátadra kell kapni a kerékpárt. Igen, igen. Az extrém körülmények között, illetve az időjárás viszontagságai miatt sokszor sárba kell mennünk, illetve hóban, illetve a természet és a mesterséges akadályok, amik palánkot jelentenek, lépcsőket, ott sokszor futunk, mivel a hátunkon teljesítve gyorsabban, hátunkon, hogyha visszük a kerékpárt, akkor gyorsabban tudjuk teljesíteni a távot, mint hogyha a bringán próbálnánk. Ez is, ami megtetszett neked ebben a szakágban? Tehát ez az intenzitás, ez a változatosság? Igen, igen, ez az intenzitás, ez a nagyon pörgős verseny, ez nekem nagyon megtetszett. Illetve a korábbi extrém kerékpáros tapasztalataim alapján azt a tudásomat is tudtam itt kamatoztatni. Így sokszor, hogyha egy palánk van, azt ott nem kell leszállnom és átfutnom a palánk fölött, hanem át tudok ugratni a palánkon, ami egy versenyen akár több másodperces előnyt is jelent, hogyha 10 körben mindig én átugrom a palánkot. Hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre? A felkészüléseimet azt országúton végzem, országúti kerékpárral, mivel ebbe a versenysorozatban is nagyon nagy állóképességre van szükség, hogy az egy órás versenyt azt kibírjuk maximális terhelésen, illetve nyár végétől beiktattam az edzéseimbe több technikai edzést, amikor az akadályokat gyakorlom, de az országúti edzéseim sem maradnak el. Heti szinten körülbelül 500 kilométert edzek, így év végére, hogyha minden jól megy, akkor több mint 20 000 kilométer lesz már a lábaimban. És idén akkor már voltál két versenyen is, azok hogy sikerültek? Az első versenyem az Budapesten volt, a Kamaraerdőben. Ezen a versenyen nagyon izgultam, mivel ugye itt derült ki, hogy akkor a téli vagy a nyári felkészülésem a téli szakágra az mennyire volt sikeres, eredményes. A versenyt megelőzően ugye nagyon izgultam, a pálya az nagyon nehéz volt, a sorozat egyik legnehezebb pályája, mivel a pályaépítője az egy külföldön is versenyző fiatalember volt, aki nemzetközi szintű pályát csinált itthonra is. A pályán ott voltak palánkok, homokágy, illetve egy ilyen extrém mountain bike pályára is ráment a nyomvonal, ahol több ugrató is el volt helyezve, így úgymond ez egy nagyon extrém pálya volt. Viszont ezen a versenyen sikerült harmadik helyezést elérnem az elit kategóriában, így a dobogón két többszörös magyar bajnokkal állhattam föl a harmadik helyre. Ez nagyon nagy élmény, illetve megtiszteltetés volt számomra, illetve megnyugvás, hogy jól sikerült az első versenyem. A második forduló a Szekszárdon volt. Itt sokkal előkelőbb helyen tudtam rajtolni az előző eredményem alapján. Nagyon izgultam ez miatt a verseny előtt, mivel itt még nagyobb volt rajtam a nyomás, hogy a jó helyezésemet megtartsam. Ennek köszönhetően talán az első körben egy hibát vétettem, és elestem. Én is és a kerékpárom is nagyon komolyan megsérült, és ez miatt feladni kényszerültem a versenyt. Egyébként az, hogy elit kategória, az mit jelent pontosan? Az elit kategória az a csúcs kategória ebben a szakágban. Itt ránk már nemzetközi szabályok vonatkoznak, tehát itt már mindenféle kerékpárral nem indulhatunk el, ezt ellenőrzik a versenyek előtt. A versenynek a távja is, illetve az akadályok is ugye nemzetközi szabvány szerint vannak. És itt az országútisok és a montisok legjava vesz részt, tehát ezt szokták hívni úgymond ilyen All-Star gálának is.
itt versenyzek már 2 éve. Lassan most már itt az év vége, vár-e még rád valami idén, illetve mik a tervek a 2019-es évre nézve? Idén rám még nagyon sok verseny vár, mivel most vagyunk bent a Cyclocross versenysorozatnak a közepében. Még több magyar kupa forduló lesz Kecskeméten, Várgesztesen, Budapesten, illetve Vácon is, illetve az év végén zárásként még egy országos bajnokságon is részt fogok venni, ahol próbálok minél jobb helyezést elérni. A távolabbi célok ezután, hogy egy körülbelül másfél-két hónapos szünet következik, ahol felkészülök a következő évi tavaszi versenyekre. A jövő évben tavasszal már nem csak mountain bike szakákban szeretnék versenyezni, hanem országúton is egyre jobban próbálom megmutatni magamat. A csoport élmezőnyéhez tartozó Gyirmót ellen búcsúzott az őszi küzdelmektől a Pápai Egyesített Labdarúgó Klub U15-ös és U14-es csapata. Orovec András tanítványaira a tabellán elfoglalt helyezések alapján tehát két nehéz összecsapás várt, hiszen a Győr-Moson-Sopron megyeiek jó eséllyel pályáznak a dobogóra. A várakozást igazolták is a vendégcsapatok, mindkét korosztályban begyűjtötte a 3 pontot a Gyirmót. Tavasszal az U14 és az U15 is a 8. helyről várja a folytatást. Néhány héttel korábban a 100%-os teljesítménnyel a csoportot vezető Zalaegerszeg ellen kiválóan helytáltak a fiatalok. A Pelc edzője bízott benne, hogy meg tudják ismételni ezt a formát. Az első félidő 24. és 33. percében szerzett találattal, a vendégek mehettek előnyben pihenőre, s bár a hazaiaknak volt esélye a szépítésre, a Gyirmót elvitte a 3 pontot. Úgy érzem, hogy kicsit megilletődöttek voltunk ezen a mérkőzésen. Bíztam benne, hogy hasonló jó hozzáállást tudunk mutatni, mint a Zalaegerszeg ellen, ugye, aki vezette a bajnokságot, és itt megnehezítettük a dolgokat. A végén tudtak csak gólt szerezni ellenünk, ott egy kicsit elfáradtunk, és ezt ki tudták használni. Hát a mai meccset viszont kicsit bátortalanul kezdtük, úgy éreztem, és ebből kifolyólag jöttek hibák, amiket aztán az ellenfelünk ügyesen kihasznált. Nem mertünk oda lépni a párharcoknál, tehát hát megilletődöttek voltunk igazság szerint. Aztán egy szünetben el is mondtam ezt nekik, hogy miért nem tudjuk ugyanazt nyújtani, mint az a Zalaegerszeg ellen, mitől félnek, vagy mi a probléma. Hát a második félidőben egy halovánnyal kicsit jobbak lettünk, de a játékban elkésmén az ellenfél jobb volt, többet birtokolták a labdát, pedig nekünk kevés lehetőségünk volt, úgyhogy megérdemelte a Gyirmót a győzelmet. Nem sokára kezd az U15 is, hát ugye az Éllovassal találkoztok, hogyan sikerült felkészíteni már a fiúkat? Hát ugye igen, a Gyirmót veretlenül vezeti eddig a bajnokságot ez a korcsoport. Hát nehéz mérkőzés lesz. Nekünk sajnos elég sok sérültünk összejött az utóbbi időben. Most közülük 2-3 vissza tudott térni, de hát ugye 1-2 hét edzés kimaradt nekik, úgyhogy emiatt nehéz lesz. Mert remélem, hogy aztán végigbírják játszani a mérkőzést. Itt azért kevesebben is vagyunk létszámba is. Most is vannak hiányzóink, akik sérülések, tanulmányeredmény, egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni a mérkőzésen. De hát megpróbáljuk megnehezíteni itt is az Éllovas dolgát. Akkor inkább a védekezésre helyeztétek a fő hangsúlyt itt a kezdés előtt? Hát nyilván arra összpontosítunk elsősorban, hogy ne megnehezítsük az ellenfél dolgát, a gólszerzést. És hát abból, ami nyílik lehetőségünk, próbálunk mi is hát kezdeményezni. Ugye ebből mennyi fog összejönni, azt majd meglátjuk a mérkőzésen. Egy pár szót akkor az őszről is ejtsünk, hiszen ugye ez a szezon zárótok, milyen volt az idei fél évetek? Az U14-jel, ha kezdem, ugye igazából mindegy korcsoportnál célkitűzés, hogy a végén az első 10-ben végezzünk. Ez eddig mind a két korcsoporttal, ugye itt a fél szezonban, megvalósul, hogy néz ki. Az U14-es csapatot, ugye már beszéltünk erről, hogy azért ez egy komplettebb társaság, jobb
mint csapat is, tehát egységesebbek vagyunk, az edzés látogatottság is sokkal jobb náluk. Ez a játékban is megmutatkozik. Hát az élcsapatok ellen ugye nem tudunk mi dominálni, tehát az egyértelmű, hogy ott azért a játékban ők átveszik a kezdeményezést, de még egyszer mondom, hogyha fejben jön bátran és határozottan ki tudunk menni a mérkőzésre, mint hogy az Zalaegerszeg ellen is, akkor bárkinek meg tudjuk nehezíteni a dolgát, az illovasok között is. Nyilván ott se mi domináltunk a mérkőzésen, de jól megoldottuk a védekező részét, és ott voltak veszélyes kontráink, a vezetés is meg tudtuk szerezni. És a mai mérkőzésen is egyébként az első lehetőség az előttük, illetve hát nekünk is volt az első fél döve egy órási lehetőség, ami aztán kimaradt. Úgyhogy igazából a kicsiknek szerintem ott a hely az első tízben mindenképpen, sőt, még előrébb is lehetne. A nagyoknál sajnos ez olyan rapszódikusabb ez a dolog. Itt többször azért nehéz dolga van az embernek, hogy összeráncsuk a mérkőzésre a játékosokat, illetve hát fejbe is azért ők nem annyira elszántak a futball iránt, mint a U14-esek. Edzésről már beszéltem, tehát azért ott is kevésbé jelennek meg. Meg ugye itt azért már hozzá kell tenni, hogy a tanulmányok is már fontosabbak itt 8-ban, tehát itt emiatt is vannak hiányzások az edzésről, sőt, van, akit most nem is engednek éppen emiatt edzésre, mérkőzésre. Hát őket még kéne formálni, egységesebbé tenni, mint csapat is, mint közösség is. És hát ez játékban is azért, tehát ez a korcsoportunk, ez nem annyira együtt nőtt föl, mint az U14-es. Itt több változás volt itt menet közben is, jöttek-mentek játékosok, és ez az alapképzettségeken is azért meglátszik. Amin hát ugye jóval több edzéssel lehetne valamit változtatni, vagy csiszolni. Hát úgy érzem, hogy ez a társasággal is megoldható, ez az első tízben való zárás, de azért itt azért nehezebb a helyzet. A téli időszak hogy fog telni? Teljesen leálltok, vagy azért esetleg egy-két teremtorna lesz? Jelen pillanatban egy-két ilyen teremtornáról tudok. Említés szinten konkrétan még nem. Ajkára szoktunk mindig ellátogatni teremtornára. Az valószínűleg idén is lesz. Hát ez még a jövő zenéje. Most erre a mérkőzésre koncentrálunk még, aztán utána ugye még lesznek edzések, egy-két hétig még tartanak, és akkor utána majd a pihenő jön. Közben, ha lesz teremtorna, akkor pedig hát hívjuk a srácokat. Az U15 végül nem tudta megnehezíteni a Gyirmot dolgát, mely már az első félidőben eldöntötte a meccset. Folytatás március 2-án a Csorna ellen.